Manapság nagy népszerűségnek örvend a különböző tárgyak gyűjtése. Leggyakrabban bélyeget, szalvétát vagy érmét halmoznak fel az emberek, de keresettek az ékszerek, az ásványok és a festmények is. De természetesen nem csak ezek után érdeklődnek a fanatikusok. Akadnak olyanok is, akik a múlt századbeli használati tárgyakat, régi porcelánokat vagy esetleg fegyvereket szeretnének birtokolni. A régiségek mindig is keresettek voltak. Többen vallják azt, hogy a legértékesebb darabokat a piacokon lehet megtalálni. A hévízi termelői piac árusai szerint is sokan keresgélnek izgatottan a portékáik között, de nem mindenkit érdekelnek az antikáruk. Van, aki egyáltalán nem érdekel, van, aki viszont nagyon örül, hogyha tud valamit venni, ami régi. Milyen tárgyak találhatóak meg önnél? Porcelán és réz, mindenféle, ami természetes. Gyűjtők esetleg fordulnak-e meg? Igen, de én annyira ritka dolgokat nem árulok, én inkább használati tárgyakat, meg aminek örül az ember. Tehát nem nagyon régi dolgokat, és nem nagyon drágákat, hanem ami hozzáférhető mindenki számára. De esetleg mondhatjuk azt, hogy ha valaki nagyon szeretné a gyűjteményét egy kicsit szélesíteni, akkor akár egy nagyobb összeget is itt hagyna? Bizonyára a kollégáimnál szoktak itt hagyni nagyobb összeget, de én arra törekszem, hogy örömet szerezzen. Nálam is vannak ritka dolgok, meg jönnek le gyűjtőim, főleg Pestről, mert van, amit nem talál meg ott. Én Nyugat-Európába szerzem be, tehát van ritkasság is, igen. Mi az, ami a leginkább ritkaságnak számít? A kollégámnál a festmények, nálam a porcelán, és vannak olyan résztárgyak, amik igen ritkák, tényleg a századfordulós 19. század. De az előttieket nem forgalmazunk, nem árulok. Nem is tudod, drágám, hogy itt minden érted van, mire felnőtt élhess boldogon. De nem csak a piacokon találkozhatunk antik szépségekkel. Nadler József a 2000-es évek közepén alapította korabeli rádió és televízió készülékekből álló tárlatát, melyen saját gyűjteménye látható. A tulajdonos 1968-tól bővíti gyűjteményét. Elmondása szerint szakmájához kapcsolódik szenvedélye, mivel tévéműszerészként végzett 1964-ben. A gyűjtögetés abban a szervízben kezdődött, ahol legelőször dolgozott. Mindig eltettem a készülékeket, van, aki adta, van, aki nem vitte el a szervizbe, Tapolcai TV-szervizbe kezdtem el gyűjteni. És hát gyűlt, ugye most már ki sem mondjuk, hogy 50 éve, és egyszer 2006-ban nekem volt az ötlet, az, ha vár haza egyet sem vittem, mert lehet, hogy elváltunk volna, ő neki volt az ötlete, hogy hát miért nem csinálsz belőle egy tárlatot, egy múzeum, nem múzeum, mert ugye csak a neve múzeum, de egy ilyen technika történeti kiállítást, és hát aztán tett követte utána, az a Keszthelyi önkormányzattól kaptam ezt a nagyon szép 1820-as években épült Festetics Magtár épületet, erre a célra rengeteg pénzt rá kellett költeni, de megérte, úgy gondolom, és 2006-ban megnyitottuk ezt a múzeumot. Körülbelül hány tárgy található itt? Van 1000, ami itt, de az épületben biztos van 2000, mert a padlás tele van, a pince tele van, úgyhogy fiam garázsa, amit már dunnyog is érte. Tehát rengeteg van, de hát ugye nem fér el, tehát a hely kicsi ahhoz. Raktárt nem akarok csinálni, azt szeretném, hogy ha ki bejön, az ilyen tágas, mindent megnézhessen. Tehát egy tényleg ilyen tárlat legyen, és ne raktár. Honnan indulunk korszaktól kezdve, tehát mi a legrégebbi tárgy itt? A 24-es az ott fönn lesz, ezek az 24-25-ben rádiók, ugye mert hát televízió csak az 50-es években indult el, az is darabokba végső soron, mert akkor is az egy olasz modulokból építették fel azt a rádiót, de hát ha azt veszük, hogy 24-ben indult Magyarországon, 1924-ben a rádiózás, az se volt egy rég, még nincs 100 éve, és most hol tartunk. A kiállítási darabok között olyan tárgyakkal is találkozhatunk, melyeket mások adományoztak a múzeumnak. Ezeknek általában a történetük is érdekes.
Ez volt a Vadásztörténynek az első televízió, 58-ban Munkácsi, ez már akkor távszabályozós tévé volt, na de azért nem ám kell elképzelni, ahogy most hazamegy és kezébe veszi, hanem ez így nézett ki, ez egy vezetékes távszabályzó, hátulra bedugták, és akkor ahol ült a jó ember, a kontrasztot, hangot, meg a fényerőt lehetett állítani rajt, de hogy mennyire nem használták, az úr behozta, és azt ezt meg úgy adták hozzá, hogy minek nem is tudom, tehát... Mint Nádler Józseftől megtudtuk, azért nem csak az adományokból bővült a tárlat. Vásároltam is, amit reális áron megpróbálnak, mert már van, amikor aranyáron akarnak valamit eladni az emberek, de van, vásárolok most is, hogyha reális áron és nincs a múzeumban. Van esetleg kedvence? Hát úgy nincs kedvencem, különösebben én a tévéket nagyon szerettem, azért is vagy Magyarországon nagyon kevesen gyűjtenek tévét, iszonyú helyigénye van, és a tévék valahogy úgy jobban hozzám nőttek, rádiókat is nagyon szeretem, és ami az érdekesség, a 30-as évekbeli rádiókat most is meg lehet javítani, amit ma vesznek, azt meg már nem. Esetleg ezek működőképesek, és ezek a tárgyak? Olyan 50-60%-ra. Télen, mikor tényleg igazi tél van, és van időm, hordja a havat kint, akkor beülök a műhelyembe, és akkor próbálok restaurálni, vagy működőképessé tenni. De van sose lesz, hogy ilyen mennyiség, ez mind működjön. Inkább esztétikailag, hogy lássák az utókor, hogy milyen volt, hogy indult a televíziózás. Itt van, meg lehet látni az első televíziót, ami még csak egy csatornás volt 56-ban. Mit szólnak a látogatók? Biztos, hogy mindenkinek megvan a véleménye ezekkel kapcsolatban. Hát igen, először is úgy jönnek be, na van-e kékes tévéje, van ez, ami a gyerekkorában volt, vagy a szomszédban, vagy ugye, mert akkor annak idején nem volt minden házban televízió, hanem egy utcában egy, vagy egy faluban egy. Keresik azt, ami ő nekik, vagy az emlékükbe, vagy most jön föl az emlék, meglátja, és azt mondja, hú, hát ez volt nekem a gyerekkoromban, Miska bácsi lemezes ládáját, meg egyebet hallgatták. Igen, tehát az embereknek tetszik, ha bejönnek, az, ami az érdekes van, amikor a hölgyek húzzák be a férfiakat, hogy hát gyere, nézd meg, mert hát milyen szépek. Már esztétikailag, nem az, hogy technikailag hogy néz ki, mert ahhoz szakma kell, hogy belelásson, de ugye ezek egy bútor darabok voltak akkor. A tulajdonos hozzátette, a különböző tárgyak gyűjtése egyfajta szenvedély is. Hiába határozzuk el, hogy befejezzük, ha meglátjuk azt a darabot, ami pont hiányzik a gyűjteményből, valahogy mégis találunk neki helyet az otthonunkban.